Karas Elvirával, a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény vezetőjével arról beszélgettünk, hogyan fogadta a kinevezését, milyen célkitűzései vannak a tanévben, milyen feltételek betartása mellett indult el a tanév, milyen a szülőkkel való együttműködés, és mely programok kerülnek idén megtartásra. Mai vendégünk Karas Elvira, a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény vezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Több szempontból is rendhagyóan indult a 2020-21-es tanév. Először is azért, mert ugye még a Kovács Mihály Általános Iskola diákjai nem az épületben kezdték meg a tanévet, illetőleg ön lett az intézménynek az intézményvezetője. Arra kérem, kezdjük az elején, hogy néhány mondatban mutatkozzon be. Karas Elvira vagyok. 1998-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, biológia-kémia szakosként, ezt követően pályafutásomat a Komodarasi Általános Iskolába kezdtem, immár most 21 éve vagyok ezen a pályán. A Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményben már most második évemet kezdtem, ugye ez az év, ez persze más lesz már, mert ugye mint tagintézmény vezetőként fogok működni. Hogyan fogadta megbízatást? Amikor a tankerületi igazgató úr felkért erre a pozícióra, örömmel fogadtam el. Úgy gondoltam, hogy egy újabb kihívás számomra, ugye, fontosnak tartom, és fontos értékek a tanügy és maga a diákoknak az élete, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom magam ebben a pozícióba is. Tehát örömmel nyitottam meg a 2020-as, 2021-es tanévet. A jelenlegi vírushelyzet lehetővé tette, hogy elinduljon a 2020-21-es tanév. Milyen új intézkedések előzték meg a szeptember 1-i becsengetést önöknél? Igen, az óvintézkedéseket betartva, a protokolli szabályokat teljesen követve, először is augusztusban már ugye minden feladat ellátási helyen fertőtlenítések történtek meg. Mivel ugye még nem tudtunk visszaköltözni, és nem tudtuk megkezdeni a 2020-as, 21-es tanévet az új épületbe, emiatt ugye három feladat ellátási helyre kerültünk, az Arany János Általános Iskolába, a Varró István Technikumba és a Dózsa György épületben. Itt ugye elvégeztük ezeket a fertőtlenítéseket, gondolok itt a tisztító meszelésekre, ugye, a mosdótelepek, ugye, a WC helyiségeknek az áttakarítására, valamint fertőtlenítésre kerültek a padok, a székek, az ajtók, tehát minden helyiséget. Ezt követően, ugye, mielőtt elkezdtük a tanévet, teljesen szétosztásra kerültek a fertőtlenítőszerek, a kéztörlők, beépítettük ugye a gyerekeknek a padjaikba, behelyeztük ugye a kis fertőtlenítőket, ugyanúgy oda készítettük a szájmaszkokat, és innestől kezdve indulhatott nekünk az új tanév. Milyen szorgalmi időszakra készülnek, a tanév rendje hogyan alakul? Nyilván ugye itt gondolok a rendezvényekre, azokra a programokra, amiket mindenféleképpen meg szeretnének tartani. Mi az elképzelés? Az elképzelés, az éves munkatervünkben beterveztünk mindent a tavalyihoz képest, ugyanúgy beraktuk, ugye itt gondolok az emléknapokra, ugye ezeket ugye meg kell tartanunk, az október 6-ára, ugye, de gondolok itt a következő folyamatokban lévő napokra is, mint például beterveztük az egészségvédelmi napokat, beterveztük, ugye készülünk a decemberben lévő karácsonyfa díszítésre, ugyanúgy készülünk a közös karácsonyi éneklésre. Én úgy gondolom, hogy ha tudjuk tartani ezeket a szabályokat, és ugyanúgy a pedagógusok, a szülők és a tanulók is betartják, akkor nem lesz ebből probléma, tehát kis közösségekbe ezeket is meg tudjuk valósítani. Mert ugye, ahogy mondtam, hogy különböző feladatellátási helyen vagyunk, itt ugye a gyerekek ugye a hatalmas udvaron annyira nem érintkeznek, nagyon-nagyon kevés osztályunk van ugye elhelyezve a feladatellátási helyeken, tehát ebből probléma nem lesz. Viszont, hogyha visszaköltözünk az új épületünkbe, onnastól kezdve ugyanúgy zajlik minden, tehát mi igenis szeretnénk decemberben, ahogy már említettem, megtartani ugye a közös éneklést, szeretnénk feldíszíteni közösen ugye a fenyőfát, persze ugye a protokollt betartva, ugye ezt úgy gondoltuk, hogy külön az alsó évfolyamosoknak, és külön a felső tagozatosaknak is. Januárban pedig tovább indítanánk, ugye beindulnának, ugye majd jönnek a következő farsangra készülődünk, ugyanúgy szétválasztjuk az alsó évfolyamot a felső évfolyamtól, és gondolom, hogy
nem lesz probléma a Kovács Mihály napok megrendezésére is, ugye? Erre is nagy erőkkel készülünk, és be is terveztük a munkatervünkben. Valamint a feladatellátási helyeinken a mai napig beindulásra kerültek az úgynevezett tehetségkörök. Ugye nálunk nagyon fontos a Kovács tehetségpont, Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes koordinálja ezt, ezért már a különböző feladatellátási helyeken megtartjuk a tehetségköröket. Ez azt jelenti, hogy kémia, földrajz, fizika, biológia tehetségkörök vannak, ahol a gyerekek ugye 5-ös, 6-os létszámban vannak jelen, tehát már teljes mértékben be tudjuk tartani a protokollt. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is a meghívást!